A halál az élet természetes velejárója. Minden ember életében jelen van, talán nincs is köztünk olyan ember, aki ne veszített volna el egy kedves hozzátartozó családtagot. A halál és a halott körüli szokáscselekvések és hiedelmek igen régiek. Kialakulásukat és fennmaradásukat elősegítette egyrészt a halál tényének megmagyarázhatatlansága, másrészt az a rendkívüli lelkiállapot, amelyet a családban a halál előidéz. Nagyon fontos a halottakról való gondoskodás. A halottak tisztelete egyetemes, minden kultúrára jellemző vonás. Lenti város önkormányzata kötelességének érzi, hogy ne csak a város utcái, közterei, parkjai legyenek esztétikusak, ápoltak és gondozottak, hanem halottaink nyughelye a temetőjünk is. A városnak 9 temetője van, ebből 7-ben jelenleg is temetkezés folyik. A ravatalozók zöld területek, utak rendbetétele, tisztán tartása, a temetkezéssel járó kegyeleti feladatok ellátása, jó szinten való megvalósítása komoly feladatot jelent a városnak. Lentiben a városüzemeltető non-profit Kft. Feladata a parkok, temetők karbantartása, a kegyeleti szokások ellátása. Az elmúlt években az önkormányzat több temetőben is végzett felújítási munkákat. Régóta várt fejlesztés előtt állunk ma itt Máhonfán. A városrész életében ez egy igen fontos beruházás. A képviselőtestület, amikor meghatározta a 2014-18. Évi ciklusában a vállalt feladatokat, a máhonfai ravatalozó épületének a felújítása is közte szerepel. A beruházás Lenti város önkormányzatának a költségvetéséről valósult meg, értéke 5.486.400 forint.